Csillogó szemekkel, mosolyogva énekeltek a gyerekek a felújított óvoda átadó ünnepségén Kocsolán. Az épület korszerűsítésére már nagy szükség volt, az ehhez szükséges pénzt az önkormányzat pályázati forrásból nyerte el. Nagyon örülünk a Magyar Falu programnak adta lehetőségnek, mert úgy érzem, hogy ezzel a kis települések is nagyon sokat fejlődhetnek és juthatnak előre. Mi is Magyar Faluba beadtunk több pályázatot is, és ami kellő elbírálást nyert, pozitív elbírálást nyert, így járdafelújításra is 5 millió forintot kaptunk, ez még a mai napig folyamatban van, április végére szeretnénk, hogy elkészüljön. Szintén az óvodánál, az óvoda játszóterének a korszerűsítésére nyertünk 5 millió forintot. Ez májusban fog megvalósulni, májusban vehették a gyerekek birtokukba ezt a felújított játszóteret. És itt ezt szeretném megemlíteni, amiért mai napon itt vagyunk, hogy megtörtént az óvoda felújításának az átadása. Nagyon fontos volt már, hogy ezt az óvoda épületet felújítsuk. Nagyon rossz állapotban volt a tetőszerkezete, de a csoportszobák és a vízes blokkok, ugyanúgy a tornaszobának a korszerűsítése is úgy gondolom, hogy mindenre ráfért a felújítás. Nagyon rossz volt a tetőszerkezet, a csoportszobák állaga, tehát ez egy nagyon régi épület, és fontos, azt gondolom, nagy értéket képvisel, hogy felújult ez az intézmény, hiszen benne folyó programok, a benne való munkát segíti ez a megújult intézmény. Jelen pillanatban két csoporttal működünk, kettő vegyes életkorú csoporttal, ami azt jelenti, hogy kicsi, középsős és nagy életkorú gyerekek vannak. Sok a hiányzó a pandémia miatt, és ezért fontos nekünk az, hogy a visszatérő gyerekekkel a fejlődés nem maradjon el, illetve tovább folytatódjon. Ezért biztosítunk logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, alapozó terápiát, hittanfoglalkozásokat, játékot, mesét, zenét, mindent, ami ehhez a gyerekkorosztályhoz tartozik, és igyekszünk felkészíteni őket az iskolára. Ez egy lépcsőfok, én azt gondolom. Mindig fejlődni szeretnénk, mindig van újítás, és mindig vannak új elképzelések. Ahhoz képest, ami volt, én azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés, de továbbra is vannak terveink, és ehhez is várjuk a támogatást. Az ünnepélyes átadón részt vett a Tolna megyei közgyűlés elnöke, alelnöke és Potápi Árpád János államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Egy újabb átadáson vehetünk részt most Kocsolán. 40 millió forintból újították fel az óvoda épületét. Két csoportszobát lehetett ebből a pénzből modern módon megcsinálni, illetve a tornaszobát alakították ki. Megújultak a mosdók, a gyerekeknek a mosdói, úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy egy 21. századi nagyon szép óvodába járhatnak itt Kocsolán is most már a gyerekek. Reméljük azt, hogy itt is egyre többen fognak születni. Azoknak, akiknek a tavaly közösen ültettünk el egy fát, a kis kocsolai polgároknak, azok is nem sokára már óvodások lesznek. A legidősebb gyermekem a 6 közül 22 éves, a legfiatalabb pedig 2,5 éves. Szinte az unokám is lehetne, ő bölcs is lenne, de vár a sorára, mert ugyan sok bölcsőde épült szerte a megyében, amire szükség van, de még többre is szükség lenne. És ennek örülünk, hogy az utóbbi időben nagyon sok gyermek született, a megyének szüksége is van erre. Szeretnénk, hogyha megállna a népességfogyás Tolna megyében, és szerte az országban, a Kárpát-medencében is. Teszünk is érte, biztatjuk a szülőket azáltal is, hogy ilyen létesítmények épülnek, hogy szép környezetben nevelhetik a gyermeküket, megadhatunk mindent nekik, amire szükség van a 21. században, és hát ezt szeretnénk folytatni, ez a tét. Amit elkezdtünk, amit már megalapoztunk, szeretnénk folytatni ezeket a fejlesztéseket, a családokat továbbra is támogatni, és építeni a nemzetet szerte a Kárpát-medencébe. A kormány célja a népességcsökkenés megállítása, ennek egyik lépcsőfoka a modern, jól felszerelt óvodák kialakítása. Alapvető célja az volt a kormányzatnak, hogy Magyarországon a demográfiai helyzetet egy kicsit rendbe kéne tenni. Ennek alappillére az, hogy legyen a családoknak lehetőségük a gyerekeiket bölcsödébe, óvodába, iskolába, és
ki tudja még hova járatni. Hogyha ez nincs meg, akkor a szülők megpróbálnak, hiszen mobilizált világban élünk, megpróbálnak valahova elköltözni, vagy elvinni a gyereket, és ott megpróbálni fölnevelni. Vannak eredmények, és ugye óriási fegyvertény, hogy a születések csökkenését is megállítottuk nagyjából, ami azt jelenti, hogy nagyon sok fiatal pár marad a szülő falujában településén, és oda szülik a gyermekeiket. És ugye így ezeknek az átadókon látjuk, hogy mennyi kisgyerek van a falvakban. Ez egy nagyon komoly fegyvertény. Hát ha, és ha sikerül, akkor ez egy óriási példa lehet nem csak Magyarországon, hanem akár az Unióban, netán a világon.